Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Kardos András esztéta. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És aki a közelmúltban az Élet és Irodalomban írt egy hosszú, kisebb tanulmánynak is beillő cikket arról, hogy, hát most kicsit kifordítom, nyelvében él a nemzet, de nem, ez igaz volna, de nyelvében él a rendszer is, az Orbán rendszer is, és sajnos ez is igaz, bármennyire meghökkentőnek hangzik is. Te miért gondolja így, hogy itt egy olyan nyelvi fordulat, sőt ellenforradalom történt, ami ezt a rendszert megalapozza? Azért gondoltam így, mert hosszú ideje, ugye 2011 óta egyfolytában, vagy 10 óta egyfolytában egy orbáni mafia államban, vagy diktatúrában élünk, ki hogy nevezi. És állandóan visszatérő kérdés az, hogy miközben a korrupcióval, miközben a szervezett bűnözéssel akár, miközben az intézmények tömeges megszüntetésével, társadalmi csoportok, kisebbségek megtámadásával, szétverésével, többé-kevésbé tisztában van a mondjuk odafigyelő közönség. Aközben valamilyen oknál fogva, ugye van 2,5-3 millió ember, lehet, hogy csak 2, mindegy, sok millió, több millió, akik ezt az egész szisztémát nem egyszerűen évről évre, vagy 4 évről 4 évre kétharmaddal megszavazzák, hanem az Orbán körül létezik egy olyan rajongói tömeg, akik nem egyszerűen politikai okokból, vagy pragmatikus okokból választják Orbánt, hanem valamilyen oknál fogva a lelkük, a nyelvük, tehát a magatartásuk egy olyan nyelvi zuhatagot kapott a nyakába, ami ellen szemben láthatóan nincs védekezés, pontosabban berántott ezt a több millió embert ebbe a nyelvi káoszba, a nyelvi orgiába az Orbán és ez a populista politika, vagy nyelvpolitika, ami egy hallatlanul ravasz dolog, ugyanis a dolog veleje az, hogy akkor tud működni egy diktatúra, ha nincs kontrollja. Na most, hogy nincs kontrollja? Úgy nincs kontrollja, hogy nincsen egy érzület, nincsen egy nyelv, nincsen egy közösség, amely valamilyen módon meg tudná fogalmazni a maga ellenállását ezzel a világgal szemben. Viszont van egy közösség, ez a 2 millió, sőt a legutóbbi választáson 3 millió, persze nem mind kifejezetten ugyanabból az indokból és indítatásból, de mégiscsak rájuk szavazott, amelyiknek ez a nyelv jól jön, mintha szívükből, lelkükből beszélne, mintha abban találnának megnyugvást, támaszt, bizalmat a jövőben, és persze a vezérben, nem? Igen, ez olyannyira így van, hogy ugye megnézzük ennek az egész nyelvi, általam nyelvi ellenforradalomnak nevezett nyelvi fordulatnak a szerkezetét, akkor azt lehet látni, hogy a populizmus ugye mit tett? Azt tette, hogy olyan fogalmakat állít a kommunikáció középpontjába, amely valamilyen módon ráhangolódik, vagy rájátszik az emberek félelmeire, kívánságaira, vágyaira, ne adj Isten hagyományokhoz való viszonyára, egy szóval a felvilágosodás racionalizmusának politikai filozófiáját kicseréli egy populista nyelvfilozófiára, ami annyit tesz, hogy a propaganda nem csinál mást, mint ellenséget keres, imádandó közegeket keres, olyasfajta irracionalizmust borít rá a magyar népre, és nem csak Magyarországon, ha Trumpot nézzük, akkor mindjárt egy elég demokratikus országban is, ahol a kontroll lehetősége megszűnik, pontosabban az emberek úgy érzik, hogy van valamilyen
pont, ahova tudnak kapcsolódni, amivel tudnak, ugye ezt identitáspolitikának is hívják, nem biztos, hogy ez pontos, de a dolog lényege mégiscsak az, hogy ezzel a nemzeti ellenállási erőből politizáló, nyelvileg erőből politizáló, voltaképpen nagyon is sumákoló diktatúra berántja ezeket a tömegeket a maga karámjába, és innentől kezdve van ugye a békemenet, van ugye a tömeg, amelyik azt csinálja, amit a vezér mond. És ennek következtében a kontroll, tehát a kritika elveszti azt a talajt, ahol magának tömegeket tudna találni. Az alternatíva hiánya, amiről örökké beszélünk, az persze részben jön az ellenzék tehetetlenségéből és gyengeségéből, ez is igaz, de az is igaz, hogy jön abból, hogy tessék megvizsgálni, hogyha az egyik oldalon azt mondom, hogy Európai Egyesült Államok, a másik oldalon azt mondom, hogy dicső magyar történelem, az ellenállás történelme, ahol védjük a kereszténységet dicső, és a nyugatot. Sőt, nagy és még így nagyobbá van. Is fogjuk úgy tenni. Van, akkor ebből az következik, hogy amit az Egyesült Európa jelentene, azt nem érti senki, illetve néhány százak ezrek értik. A másikkal viszont lehet azonosulni, nincs mit nem érteni rajta, mert 4 éves kora óta adódik az, hogy ezeket a fogalmakat, hogy magyarság, félelem, migránsügyben megerőszakolják a fél országot, stb. Ezzel való azonosulást, ezzel a harccal való azonosulást borzasztó könnyű felkelteni, és az Orbán felkeltette. Ez nagyon szépen kijön a cikkben, idézem is, Viktor Klemperer, aki egy nagyon jelentős figurája volt a német egy nagy német történész, aki a nácik alatti időszakban megírja a náci nyelvnek a mindennapjait. Megírja azt, hogy egy nyelv hogyan rántott be egy, mégiscsak tudjuk, Goethétől Hegelen át bárkiig hatalmas kultúrával rendelkező nemzetet. Na most a náci nyelvnek, bizonyos értelemben egyébként a bolsevik nyelvnek is, az volt a lényege, ami gyönyörűen tükröz egyébként a, szintén idézem, a most megjelent Soros szótár, ahol 600 olyan magyar kifejezéssel árasztották el a köznyelvet, a médiát, mindent, ahol végtelenül egyszerű, primitív, de nagyon könnyen beazonosulási lehetőséget nyújtó nyelvi kliséket kapok. Ebben megvan a gyűlöletem, megvan az azonosulásom, és az, hogy egyébként mit, gyönyörű, szörnyű végzete ennek az ügynek az, hogy 2010-ben megszűnt a szakpolitika. Itt mindenki azt hiszi, itt az a baj, hogy az Orbán egészségpolitikája, oktatáspolitikája, kultúrpolitikája rossz. Frászkarikát. Az Orbánnak nincsenek szakpolitikái, az Orbánt nem érdeklik ezek a területek, ezek csak annyiban érdeklik, amennyiben valamilyen módon egyre stabilabban kell ezt a több millió embert tartani. Ehhez elég, hogyha kimegyünk azokra a végekre, ahol az embereknek végképp nincs nyelvi kontrollja. Bizonyos értelemben talán föl lehet adni Budapestet, mert ott ugye mégiscsak van valami ellenállásocska, de a dolog lényege az, hogy a szakpolitikának egyetlen feladata van, épp úgy, mint az ideológiának, semmiféle ideológia nincsenek a rendszernek. Az ideológia nem más, mint egy propaganda gépezet, amely arra szolgál, hogy úgy csináljon, mintha az emberek ebben jól érezhetnék magukat. Hadd vitatkozzam, vagy kérdezzek. Kettő végül is. Egyik ebből, jobb, mint a másik. Igen, igen. Ugyanis az egész szerintem visszavezethető arra, hogy ez a politika, ami nagyon is pragmatikus, gyakorlati, mindennapi értelme van, mégiscsak egy általános, ha tetszik, ideológiai alapra épül, a nacionalizmus alapjára. Arra, hogy mi magyarnak születtünk, mi magyarok jobbak vagyunk, mint mások, mi magyarok több, mint 1000 éve, sőt lehet, hogy már több 1000 éve is, hogy jöttünk végig, és megtartottuk magunkat és a nyelvünket, és így tovább.
mi magyarok, és Orbán erre személyesen ezer beszédben és interjúban játszik rá, mennyire okosak, és mennyire kreatívak, és mennyire ravaszak, és mennyire jók vagyunk, még ha kicsik is, akkor is a Dávid Góliát ellen milyen sikeres. Szóval ezt a magyar tudatot nacionalista módon karolta föl és erősíti, és a politikája is egy magyar nacionalista politika, Európával, az Európai Egyesült Államokkal, Amerikával szemben, egyáltalán mindenkivel szemben, mert mi jobbak vagyunk. Hát ez nem ideológia? Ez ideológia volna, ha az Orbánéknak volna ideológiája. De ahogy az Orbán keresztény víziója erről a világról, meg arról, hogy a magyarság ugye a nyugati kereszténység végvára és ilyesmi, ezek az elemei az Orbán politikájának nagyon ügyesen kitalált, ugye ezt Magyar Bálint barátom találta ki először, hogy ezek ideológia alkalmazások. Ezt írom is a cikkben. Ez nagyon lényeges, hogy az Orbánnak semmiféle ilyen kötődései nincsenek, ahogy amikor liberális volt, nem volt liberális, ahol, a most, hogy nacionalista, nem nacionalista, teljesen lényegtelen számára a dolog. Az a lényeg, hogy egy olyan nyelvezeten kell beszélni, egy olyan ideológiát kell használni, amely ideológiáról feltételezhető, hogy könnyen eléri az embereket. És ráadásul a nacionalizmusnak valóban megvan egy több száz éves hagyománya, volt, amikor progresszív volt, volt, amikor szörnyűségbe fordult, de a dolog lényege az, hogy a választóknak a lelkét hogy tudom egyszerre bevonzani, és a kritikai részét hogy tudom szétroncsolni. De attól, hogy az ideológia alkalmaz, egyetértek egyébként ebben, persze hát nem ő találta ki a nacionalizmus sem, meg azt, hogy a magyar milyen fifikás, ez csak az Orbáni játék a szavakkal, de a lényeg az, hogy ez az ideológia több száz éves létezik, így nem van. Csak Magyarországon, máshogy is alkalmazza, de mégiscsak valamilyen ideológiára építi azt a mindennapos politikai gyakorlatát, hogy őrizzük meg a hatalmunkat, erősítsük, stabilizáljuk ezt a hatalmunkat, tartsuk fogva a népünket ennek az ideológiának a harsogásával és nagyon kreatív propaganda terjesztéssel. Hát igen, mert ugye az Orbán a 90-es évek elején, közepén, legkésőbb rájött arra, hogy meg kell nézni az Orbán 89-es beszédeit, főleg a Nagy Imre beszédet persze. Az Orbán, akinek érzéke van bizonyos áramlatokhoz, van füle arra, hogy merre mozog a világ, akkor az Orbán és környezete úgy gondolta, hogy egy liberális nyelven kell beszélni. Az Orbán egészen addig, amíg úgy gondolta, hogy a liberalizmus egy olyan nyelvezet és értékrendszer, amire lehet alapítani egy rendszerváltás utáni Magyarországot, ahol el lehet érni azt, hogy ő legyen az első ember, addig ezen a nyelven beszélt. És amikor lezajlanak ugye a második, tehát a 94-es választások, jön a ismert MSZP-SZDSZ koalíció, akkor az Orbán rájön arra, hogy egy tönkrement MDF helyébe szépen be kell vonulni, egy különbség van. Tehetséggel kell nacionalistának lenni, ami azt jelenti, hogy nem politikailag kell tehetségesnek lenni, hanem retorikailag. És az Orbán szemben az MDF-fel, amelynek szintén volt egy nacionalista ideológiája, az Orbán remekül összekötötte ez az erő, ez a kicsik vagyunk, de nagyok leszünk, és mi vagyunk azok, akik szemben megyünk, az összes szövetségesünkkel szemben kivont karddal rohanunk a világ ellen. Ez a fajta populizmus az Orbánnak egyre inkább azt mutatta, hogy leszámítva a 2002-es kisiklást, ezzel be lehet húzni annyi embert, amennyi ahhoz elég, hogy neki minimum többsége, maximum kétharmada, esetleg négyötöd. Ha így megy tovább, tám négyötöde lesz. Igen, ez biztos, hogy így van, de ettől tulajdonképpen egy kicsit eltávolodva, azon kívül, hogy ezt nyilván tudatosan tervezte, politikailag be is vált, de valóban közben kialakult, akarva, akaratlan, részben szerintem akaratlanul is, ez a különleges nyelv, amit bevezettek, ez a,
ez a nyelv, amit ők természetesen, a, mondanám, hogy az ellenség, de nem, a nép megtévesztésére vezettek be. Ugyan. Például a győzelmük után 2010-ben ez a Nemzeti Együttműködés Rendszere, ez az azóta is gyakran használt NER, minden volt, csak nem nemzeti együttműködés. Igen. Éppen a nemzetből való kizárás rendszere volt. Mindenki, aki nem velünk van, ki van zárva. De ezt ők részben tudatosan vezették be, persze így hazudtak szembe a néppel, de sok más egyéb dolog szinte akaratlanul jött, és kezdett mint egy magától burjánzani, terjedni. Részben persze Orbán vagy a Rogánféle propagandaminisztérium és mások találták ki őket, és aztán a megszerzett médiájukban rengetegszer ismételgetik őket, de részben valahogy ez maga termeli ki az újabb és újabb nyelvi leleményeket, hogy hogyan kell az embereket megbolondítani, tulajdonképpen a hazugsággal. Így tehát van. Egy hazugság nyelvezet kezdett kialakulni. Így van. Meg kell nézni, hogy a kereszténynek hazudott Orbáni nyelvezet mekkora skálán működik. Ugye az egyik szélén ott van egy Bayer Zsolt féle szélsőségesen gyűlölködő, káromkodó, a magyar nemzetben két naponta különböző csoportokat hova elküldő, az anyjába abszolút elküldő. Abszolút nem keresztényi hang. Abszolút nem keresztényi hang. Ezzel le lehet fedni egy bizonyos típusú társadalmi csoportot. Akkor azzal, hogy a katolikus egyházat ilyen eszméletlen módon támogatom, le lehet fedni. Na, így megy tovább. A dolog lényege az, hogy az Orbánik rájöttek arra, hogy nem kell más csinálni, mint hogy a vertikumnak minden szegmenséből valamennyit el kell szedni. Sokakat elszedtek a nyugdíjasokból, valamennyit még az értelmiségből is elszedtek. Ugyan borzasztó érdekes ez a, kevesen vizsgálják, pedig nagyon érdekes ez a, amit én Tóth Gabizmusnak hívok. Elképesztő, hogy ezek a szegény rock, pop, stb. Győzikétől a Várkonyi Andráig terjedő celebek, így van, ezeket hogy vásárolták meg Nagyferótól, nem tudom kicsodáig, amiben az az elképesztően nagy trükk, hogy a kifelé ez úgy van eladva, mintha ez egy homogén rendszer lenne, nyelvileg is. Frászkarikát homogén, olyan heterogén, amilyen heterogén egyáltalán csak lehet. Ezért van az, hogy egyedül az olyan értelmiségi csoportokban veri ki a biztosítékot, akiknek van füle arra, hogy nem lehet egyszerre az édes anyjába elküldeni azokat, akik nem értenek velem egyet, vagy pláne szexuálisan más orientációjuk van, egészen addig, hogy amikor az Orbán kijön a templomból, ráadásul egy katolikus templomból, amikor református, mindegy, az a lényeg, hogy azt a képzetet kell kelteni, hogy így összerakja, maga elé kulcsolja a kezét, és azt mondja a, nem tudom, telexes újságírónak, hogy ember, én a templomból jövök ki, hát most akar kérdezni. Egy szent ember zavarnak meg. Persze, de ugyanakkor egyszerre kell Toldi Miklósnak lenni, egyszerre kell János Vitéznek lenni, egyszerre kell Hári Jánosnak lenni, és az Orbán ennek a figurának az eladásában ügyes. És ügyes a személyzeti politikájában, hihetetlenül jól mozgatja ezeket a hol teljesen tehetségtelen, hol nem teljesen tehetségtelen embereket, egy dolgot tud. A gerincét meg kell roppantani mindenkinek. Csak ugye a vita mindig azonban, hogy ez az Orbán politikai tehetsége, vagy pedig a manipulációs képessége. És én nagyon erősen ragaszkodom ahhoz, hogy az Orbánnak politikai képességei nagyon közepesek. Vagy még annál is gyengébbek. Semmiféle, amikor az Orbán vízióról, meg ilyesmikről beszél... De amit, a politika részben nem manipuláció, hiszen ahhoz, hogy persze politikust képzelhetjük idealistán úgy, hogy hát valamit eltervez magában, hogy mi lesz a jó az országnak, a társadalomnak, ezt megpróbálja a hatalom birtokában megvalósítani, hát ilyen az ideális politikus. De nem, a politikusnak meg kell tartania és minden nap gyakorolnia a hatalmát, amihez manipulálnia kell. Én értem, csak hogy ugye van ez a
Lánci András, G. Fodor Gábor által terjesztett vízió, hogy a politika az a hatalom megtartásának a művészete. Frászkarikát. A politika egy közösség, egy nemzet, egy nagyobb egység, mint az Európai Unió, akármi Egyesült Államok. Nagyon jól látszik ez most ezen a szörnyűségen, ami ugye Izraelben most történik. A politika hatalmi része eszköz arra, hogy ha van egy vízióm arról, hogy mit kell csinálni egy közösséggel, merre kell menni, mit kell kijavítani, hogy lehet ezt elérni, akkor igen. Akkor igen. De ez a képzet, hogy a politika egyenlő azzal, hogy én megtartom a hatalmat, ez rettenetes. Igen, szóval, tudod, hogy a politika... öncélű hatalom nincs. Igen, szóval az a véleménye ezek szerint, hogy Orbán úgy képzeli a politikát, hogy az örökös manipuláció. És ha én ebben az örökös manipulációban, a társadalom oránál fogva vezetésében, manipulálásában, terelésében kiváló vagyok, akkor mindig meg is tartom a hatalmat, és akár bizonyos dolgokat meg is csinálhatok. Tegyük föl, hogy valamilyen vízió mégiscsak van. Nem vagyok én annyira elvetemült, van, de a manipulálás a lényeg? A manipulálás eszköz. A lényeg az, hogy kiépítettem egy maffia államot. Ez azt jelenti, hogy kiépítettem egy olyan bűnszervezetet, az állam elfoglalásával, ez ugye a state capture, amelyben a hozzám tartozó klientúra természetesen veszélyben van jogilag abban a pillanatban, ha egy valódi független igazságszolgáltatás váltja fel azt, ami ma van. Tehát mit kellett csinálni? Be kellett biztosítani először azt, hogy a törvények, az alkotmány helyetti megszületett új szöveg, a legfőbb ügyész, ezek mind az Orbán személyi függésében legyenek. Ennek következtében két dolgot tudok csinálni. Vég nélkül tudom űzni a gazdagodásomat. Ez, ha Simicskával, aki egy kicsit túl önálló akart lenni, nem megy, nem baj, ideállítom a Mészáros Lőrincet, elég hülye ahhoz, hogy azt csinálja, amit én mondok, majd mögé rakok egy bizotmányt, amelyik helyette pályázgat meg, vállalkozik. Három, a gazdagodásom mellett be kell biztosítanom azt, hogy a hatalomból nem lehet kirakni, hiszen akkor jön a számonkérés. Nem tud nem jönni a számonkérés. Olyan minőségi különbség van a 2010-ig tartó korszakok és a 10 óta tartó korszak között, amely minőséget senki nem tudja jobban, mint az Orbán. Itt egy olyan, nem véletlen, hogy a minden igazi felmérés ma már azt mutatja, hogy a maffia állam elnevezését most a legutóbbi Median felmérés szerint 28% elfogadja a rendszer leírásaként. Magyarán arról van szó, egészen Pesti Lászlóig elmenően, hogy mindenkinek a szeme előtt van egy működő bűnszervezet, az Orbán nem hülye, hát tudja, hogy mindenki látja, csak azt a rendszert kell kiépíteni, ahol addig, amíg a legfőbb ügyész volt Péter, addig így dobálja vissza azokat az ügyeket, amikről nem akarja Orbán, hogy úgy legyen, akiket meg beáldoz, azokat meg beáldozza. Hát lehet soknak is tartani ezt a 28%-ot, végül is a maffia állam elég erős kifejezés ahhoz, hogy sokan azt mondják, hogy na jó, hát azért ezt nem. Tehát a 28% azt mondja, hogy de igen, azt lehet tulajdonképpen úgy tekinteni, hogy egyre többen érzik, hogy milyen szörnyű rendszer. De egy ilyen rendszer csak akkor tud megbukni, ha majd 58-68-78% gondolja azt, hogy maffia állam, ez tűrhetetlen. A Kádár rendszer persze önmagától nem tudott összeomlani, mert ott volt mögötte a Szovjetunió, annak a hadserege, és minden, az egész birodalom. De mindenki tudta, vagy majdnem mindenki az utolsó egy-két évtizedében még a párthoz hű emberek is, hogy ez egy diktatúra, és nem is tartható fel másképp. Erről a mostani rendszerről a magyar társadalom még nem tudja, hogy az.
Én azt gondolom, és akkor itt sajnos át kell térni a másik felére a problémáknak, ugye ez az ellenzék. Én ennek a emlegetett és életbe és irodalom írásnak a folytatásában újra meg fogom írni, de már megírtam, hogy addig, amíg nem alakul ki egy, ugye ezt én nemnek hívom, tehát egy nemzeti ellenállási mozgalom, ami alatt azt értem, hogy nem alakul ki egy olyan országos, permanens dinamikában létező közösség, amely szép lassan el fogja morzsolni ezeket az ellenzéki pártokat, és egy nagy demokratikus néppártot fog szembeállítani Orbánnal. Ha ezt meg tudjuk teremteni, ha ez a rendkívül heterogén világ egy olyan mozgalommá áll össze, hisz a történelemben mindig ez történik, a francia forradalomtól kezdve végig. Nem arról van szó, hogy itt az egyes csoportok mindenről ugyanazt gondolnák, de hogy gondolják ugyanazt. Arról van szó, hogy ezek a pártok tehetségtelenek, erőtlenek, és csak arra jók, hogy a rendszer kiegészítő elemeiként működjenek. Az Orbán minden nap elmond egy imát azért, hogy Gyurcsány Ferenc maradjon a helyén, mert amíg a Gyurcsány a helyén van, vagy a Gyurcsányt helyettesítő Dobrev a helyén van, aki egyébként nagyon tehetséges politikus lenne egy normális világban, addig neki boldogsága van, mert szét van verve az ellenállás. Nincs ellenállás. Na most nagyon jól meg lehet figyelni, hogy a 80-as évek második felében a demokratikus ellenzék, ami egy pici társulat volt, néhány, hát ha azt mondom, hogy néhány százan voltunk, akkor ebben már a házi bulikat beleszámolom, tehát azért nem kell ez. Ez egy törpe kisebbség volt. De egyrészt volt a Szabad Európa, amelyik kihangosította ezeket az ügyeket. Másrészt, és ezt én döntőnek tartom, és mindig elfeledkezünk erről, hogy mielőtt a rendszerváltásra ráfordulunk, létrejön a szabad kezdeményezések hálózata, ami rövid életű volt, mert hirtelen bejött a párt, több pártrendszer, de a szabad kezdeményezések hálózata, én ott ültem ennek a tanácsába, ez 3000 féle csoportot fogott össze. Ebben voltak zöldek, voltak a katonai szolgálat ellen tiltakozók, voltak emberjogi harcosok, mindenféle csoportok voltak, és a dolog világos volt, jó, akkor volt a Bős Nagymaros ügye, tehát az könnyen összefogta a dolgot, de az volt a lényeg, hogy egy mozgalom ki tudott alakulni valami ellenében, és a mozgalom differenciálódási pontjai, azok később kijöttek a többpártrendszer világában. De amikor megalakult például a TDDS, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, én a TDDS választmányában együtt ültem későbbi MDFS-sel, Fideszessel, Kisgazdával, kereszténydemokratával, minden öreg ördöggel, máig van egy nagyon, nagyon furcsa kapcsolatunk például Bencsik Andrással, Bencsik Gáborral, tehát az András öcsével, aki egy kicsit visszafogottabb, mint a bátyja. Ilyen Facebookon szoktuk piszkálni egymást, de ő tudja, hogy 1988-89-ben mind a ketten egy demokratikus és plurális világért, tehát a szabadság világáért ültünk hetente együtt. Ez szétrobbant, ő elment sajnos, vagy nem sajnos, de elment egy diktatúra szolgálatába, de azért ő pontosan tudja, hogy ennek az egésznek mi a genezise. Honnan jön a cserebogár? Igen, de akár ő is, meg nyilván Orbán is, meg főleg a szavazóik is azt mondhatják, hogy na jó, hát akkoriban ugye egy pártrendszer volt, nem csoda, hogy a legkülönbözőbb hátterű, indítatású, gondolkodású emberek azt mondták, hogy demokrácia kell végre. Itt viszont, hát ki akadályoz meg itt bárkit abban, hogy új pártot alakítson, akár alakítsa meg a nemet. Hát ha a nemnek csak 10 híve lesz, hát akkor sajnáljuk. Ha 10 millió, akkor gratulálunk. Így van. A helyzet az, hogy megváltozott a világ, ez igaz. Ma nem egy pártrendszer van, hanem egy pártrendszer sincs. Az a helyzet,
hogy ma van Orbán Viktor, ugye a maffiállam miatt szokták keresztapának hívni, én ezt nem nagyon szeretem, de most ez mindegy. Van az Orbán Viktori egyszemélyes autokrácia önkényuralom, igenis egy diktatúra, csak egy 21. századi diktatúra, ahol az a lényeg, hogy egy ilyen fogadott családi rendszerben az Orbánnak a klientúrája és a klientúra klientúrája az egy ilyen piramisszerű rendszerben szolgálja az egyszemélyi hatalmat. Nincsenek itt sem, Fidesz nincs, formálisan a dolog úgy, de természetesen úgy van eladva, mint egy többpártrendszer, semmi, a Fidesz nem egy párt. A Fidesz egy kiszolgáló szervezete vagy szervülete az orbáni egyszemélyi diktatúrának, és az a lényeg, hogy minden lényeges, vagy minden Orbán számára fontos kérdésben, a kultúrától az atlétikai stadionig, az történjen, amit a vezér akar. Na most ilyen piramisszerű szerkezetben pokoli nehéz ám úgy megszerveződni, hát meg kell nézni, hogy mi van szegény tanárokkal. Ugye én örökké szoktam vitatkozni azon, hogy nagy a felháborodás, hogy miért nem a tanárok, miért nem mennek ki a főtérre, és most akkor én mindig azt mondom, hogy figyelj ide, gondolj abra, hogy van egy kecskeméti földrajztanár, borzasztóan utálja, ami van az iskolájában, elmen, még borzasztó, hogy mi van. Ha ő kimegy a főtérre Kecskeméten, és azt mondja, hogy röhely, hogy Pintérnél van az oktatás, 15 perc múlva neki nem lesz állása. Van 3 gyereke. Mit csináljon? Na most ez is az orbáni trükk. Fogja az embereket, ugye segélyrendszer nincs, lényegében nincs, vagy közmunka van helyette, vagy ilyesmi. Fogja az emberek millióit azzal, és én ezt mérhetetlenül megértem. Nem lehet elvárni egy makói óvónőtől, hogy ő a 4 gyerekét innentől kezdve a nem létező segélyből tartsa el, csak azért, mert neki nem tetszik a rendszer. Eljutottunk az utolsó kérdése, mégis visszakanyarodnék a nyelvi ellenforradalomhoz. Hogyha Orbánéknak sikerült megteremteniük a hazugság nyelvét, már pedig erről van szó, akkor feltételezem, hogy akár a nem, akár a vele az Orbán rendszerrel egyet nem értők, vele szembeszállók, mozgalomban, ellenzéki pártokban, azokat támogatva, kell, hogy valamilyen saját nyelvet teremtsenek, az igazság nyelvét, az egyszerűség kedvéért. De hogy lehet az igazság, a ráció, az észszerűség, a tények alapján vitatkozni velük, amikor Orbánék az érzelmekre appellálnak, és ebben erősebbek? Van egy nagyon komoly felelőssége a baloldalnak is, és a liberálisoknak is. Ez pedig az, hogy 1990-ben úgy gondolták, hogy a felvilágosodásból örökölt szabadságnyelv és demokrácia nyelv és emberi jogok, ezek elég talapzatát fogják képezni egy nyugati típusú világnak. Tehát itt tényleg csak az apró megoldásokon fog múlni, hogy Dánia, Ausztria, nem tudom, micsoda, mikor jön elérhető közelségbe. És egyet nem vettek észre. Azt nem vették észre, mondok egy történetet. Volt a Kossuth Klubban egy borzasztó érdekes vita 89-ben. Tardos Márton közgazdász, nagyszerű közgazdász, és Ferge Zsuzsa között. És a Tardos Márton végig azt mondta, hogy spontán privatizáció kell, az állam nem jó tulajdonos, privatizáció kell. És a Ferge Zsuzsa ilyen nagyon óvatosan mindig azt mondta, hogy de Marci, tudod te, hogy ebből 1,5 millió munkanélküli lesz? Nem, privatizálni kell. Ott ültem a, nem tudom, 10. sorba, és végig azt gondoltam én is, hogy a Tardos Mártonnak igaza van. Le kell bontani az állami tulajdon. Természetesen nagy igazsága volt a Tardos Mártonnak, amiben tévedtünk, persze nem privát imén, hanem a pártok is nagyban, hogy a szociálliberalizmusnak a szociális ága
ezzel a nyelvi ága, hiszen a szociálissal tudok, a bankrendszerrel nem tudok az emberek szívéhez közel kerülni, mert azt se tudja, hogy mi az, hogy kamatráta, vagy profitráta, nem tudja. Szociális ágazattal lehet mit kezdeni, és ezt a liberálisok is, és az MSZP is szépen hagyták nyelvileg is, és intézményileg is. Elhalni, lebutulni, elgyengülni. Na most jöttek ugye a kényszerrokkantosítások, jöttek ezek az adhok megoldások, és az adhok megoldásokból egy idő után már csak egy baloldali, vagy balliberális, mondjuk így, ma már szerintem nincs ilyen, de mindegy, balliberális pánik kormányzás lesz. Ez nagyon szépen lehet látni, hogy a Hornnál még van egy végig gondolt, sok hibával, de következetesen képviselt álláspont arról, hogy mit kell csinálni. A Medgyesitől kezdve, onnan kezdve, hogy a Medgyesi ugye eleresztette a fizetéseket az égbe, onnantól kezdve pánik kormányzás van, nem csak elhallgatások vannak, hanem ugye ez nem véletlen. Hogy tömködjük be a lukakat. Persze, a Gyurcsány két hetente előállt egy 100 pontos programmal, na ez így nem, de mind azt nyögjük, na most magyarul mi a megoldás? Az a megoldás, hogy vissza kell adni a nyelvnek a nem dogmatikai, vagy nem dogmatikus használatát. Mondok egy példát. Óriási hiba volt, hogy a mai ellenzék nem ismerte fel, hogy a határon túli magyarság ügyében nem fog tudni versenyre kelni az Orbánnal, hisz az Orbán azt mondja, hogy 15 millió magyarnak vagyok a... Hanem, ha azt mondom, rendben van, legyen kettős állampolgárság, hiszen ezek is magyarok, ők is magyarok, rendben van. De ne legyen választójog, hiszen nem ennek az országnak a területén élnek. Ez egy védhető, nagyon etikus, nagyon korrekt álláspont lett volna. Na most így végig lehet menni mindenen, hogyha egy rendszeresen kifejtett, értetek vagyunk, de józanul, álláspontján lenne az ellenzék, nem feltétlenül csak a politikusok, akkor szép lassan ennek nem az a jó megoldás, ez a mucsázás, meg ez a hülyézés, ez nem vagyunk jobbágy nemzet, nem. Arról van szó, hogy az embereknek elvették a nyelvét. Ha egy vidéki faluban ma becsönget egy MSZP-s, akkor megkérdezik, hogy maga meg kicsoda. Mert eltűnt 20 éve. Tehát valamilyen értelemben igen, az egészet előről kell kezdenünk. Kardos Andrásnak köszönöm szépen. Én is köszönöm.